Hálaadó istentisztelettel kezdődött az ünnepség, majd a meghívottak átsétáltak a templom szomszédságában lévő új gyülekezeti házhoz. Szalagátvágással avatták fel az épületet, amely a hosszadalmas előkészületi idő után a gávai református egyház község nagy örömére idén őszre elkészült. A végfejlesztési program szerves része az, hogy gyülekezeti házak, templomok újuljanak meg, hiszen a megmaradó erőt, a vidéki maradásnak a lehetőségét pont ezek a közösségi építések segítik. Hiszen az, hogy ez a közösség itt fejlődik, hogy új erőre tud kapni, hogy új lehetőségei vannak, ez mind-mind egy jobb érzést vált ki belőlük, itthon maradás érzését válthatja ki belőlük, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Lelkileg is megújulva, erősödve kerüljenek ki az ilyen akciókból. A gávai református egyházközség gyülekezete 190 fős választási névjegyzékkel rendelkezik, sok gyermek, fiatalok és családok kapcsolódnak be a gyülekezet életébe. Eddig gyakorlatilag egy gyülekezeti termünk volt és egy kicsi irodánk. Itt próbáltunk megszervezni mindent, amit lehetett. Ez azt jelenti, hogy sokszor az alkalmak is sűrű és gyors váltásban történtek egymás után, vagy éppen valahol, vagy a gyülekezeti teremben valamilyen elfoglaltság volt, és közben egy gyászolós családdal beszélgettünk, és ezek nagyon kellemetlen helyzetek voltak. Ez a gyülekezeti ház ezt mondhatjuk úgy, hogy lehetővé teszi, hogy minden a helyére kerülhessen, hiszen van egy kisebb helyiség, amit láthatunk hátul. Ott mindenféle beszélgetésre alkalmas tér van, sőt, ahogyan hallottuk az istentiszteleten, itt a gyerek istentiszteleteket is meg lehet tartani, hiszen az párhuzamosan van a felnőtt istentisztelettel, így szükséges mindig egy másik hely. Az épületben lévő nagy termet gyülekezeti teremként fogják használni, de a ház emellett alkalmas lesz a kóruspróbák, bibliakörök, lelki beszélgetések, házassági előkészítő vagy éppen gyász beszélgetések lefolytatására is. Egy gyülekezeti közösség egy településen azt gondolom, hogy bázis közösség lehet. Azért, mert nem csak a földiekkel való kapcsolatban vállal szerepet, hanem az Istentől való küldetést kívánja teljességre vinni. Ezért itt gáván is azt gondolom, hogy egyértelműen a jelenlegi nehéz helyzetben bázis, és a jövőben, amikor örömteli időket élünk át, vagy újabb, más jellegű nehézségek következnek, akkor a közösség, az egész falu közösség megtalálja az idejárókon keresztül azt az erőforrást, amit Isten küld hozzánk ide a földre. Tartalmas beszélgetéseket kívánok, tartalmas együttlétet, mert valójában ma szükség van erre a nehéz vészterhes időkben, hogy közösségeket építsünk, hiszen a közösségi kapcsolatok most meglazulnak járvány idején, de éppen egy jó példa, a gávai példa, hogy össze kell fognunk, együtt kell megtalálnunk a jövőt és a kivezető utat. A szomszédos települések községei egy-egy fával is megajándékozták a gyülekezetet, amelyet az ünnepség keretében ültettek el.